Rosenfeld Dániel, a Mazsiszem elnöke a vendégünk. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Én is nagyon köszönöm nektek a meghívást. Shalom mindenkinek. És nem is vágy lenni semmi más ilyen címmel fogtok megemlékezni az 1848-49-es szabadságharcra, de nem március 15-én, hanem 14-én. Pontosan hol lehet hozzátok csatlakozni? Ez teljesen jók az információk. Március 14-én délután 15 óra 30-kor emlékezünk meg a 48-as zsidó hősökről és nem zsidó hősökről egyaránt a Dohány utcai zsinagóg előtti Herzl Tivadar téren. És az apropója, hogy miért 14-én nagyon sokan kérdezik. Jó magam, én egy modern, ortodox, vallásos magyar zsidónak tartom magam, illetve ennek a szellemiségét viszem az általam alapított 13 évvel ezelőtt létrehozott Mazsiszem Egyesület Emlékbizottság égisze alatt. És fontosnak tartjuk ugye a vallási szabályok betartását, és ekképpen ugye 15-e péntekre esik, és hát most már ugyan 5-6 magasságába köszönt be a szombat, a sabát, és ezért annak a tiszteletére előre hoztuk az ünnepséget. Mennyi résztvevőt vártok? Reménykedünk abban, hogy megint megtelik az egész tér, de hogyha csak 500-an lesznek mondjuk, akkor jól járnak, mert akkor mindenkinek jut ingyen kóser, vattacukor, és minden más egyéb érdekes, egyedülálló ajándéktárgy. Kik azok, akiket ismerhetünk a 48-49-es szabadsághoz, vagy kik azok a zsidó hősök, akire emlékeztek? Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egyáltalán megemlékezzünk róla, és itt lehet nagyon-nagyon sok nevet sorolni, többek között Löw Lipót, szegedi főrabbi, aki egyúttal tábori rabbi is volt, vagy Einhorn Ignác, aki szintén nagyon nagy zsidó hős volt, és sokan nem tudják, és ez a célunk egyébként ezzel a megemlékezéssel, mert évekről, vagy évről évre megtartjuk, hogy megemlékezzünk, mert ugyanis magyar zsidóságban, tehát a zsidóság részvéte jóval nagyobb volt a saját arányukhoz képest, mint más nemzeteké, vagy más népcsoportoké, vagy vallási felekezeteké. Tehát több mint 20 000 részt vettek zsidó származásúak a harcokban. A pólódon is lehet látni, hogy egy kicsit kihúzod magad, akkor látom, hogy zsidó, és például Petőfi Sándor is itt van a pólódon. Azért miért tartod ezt fontosnak? Miért gondolod, hogy mind a kettőt ennyire kell hangsúlyozni? Ennek az oka is, az eredete ott kezdődött, hogy én a zsidó gimnáziumban érettségiztem, és ott vettem észre azt, ott tanultunk a zsidó szöveggyűjteményből, és ott láttam, szembesültem azzal, hogy a 48-as szabadságharcban is részt vettek zsidók, és ez ösztökélt arra, hogy létrehozzam. Ugyanis sajnos, és én ezt vallom, és mindenhol hirdetem, hogy elég szomorú, hogy a központi megemlékezéseken szinte egyáltalán nincs szó, nem esik szó zsidó vonatkozásról, miközben még egyszer hangsúlyozom, a zsidók a saját aranyokhoz képest jóval nagyobb létszámban vettek részt. És miért nagyon fontos lehet ez, hogy, igen, hogy mind lehet a magyarság és a zsidóság megmutatkozzon. Miért lehet ez, hogy se néprajzi, se irodalmi, se történelmi vonatkozásban nincs annyira kihangsúlyozva, hogy hány zsidó is vett részt a szabadságharcban? Én azt gondolom, ezt a kérdést elsősorban azoknak a felelősöknek érdemes lenne feltenni, akik szerkesztik a történelemkönyveket, mert nagyon sok hiányosság van mind a mai napig, és az a célunk többek között, és itt van például ez a könyv, ezt most fogjuk hamarosan megjelentetni. Dr. Robert Péter, történész, szerkesztette, írta, és az Egyesületről is van néhány rövid gondolat benne. Magyar zsidók az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban címmel, egy ilyen jubilami könyv kiadásra készülünk majd ősz környékén. És nekünk nagyon fontos, azt gondolom, hogy a magyar zsidóság, ha csak most 170 évre nyúlunk vissza, vagy jóval korábbra, nagyon sokat tett a magyar hazáért. A vérüket áldozták, nem utolsó sorban rengeteg pénzt, vagy éppen hadisarcot róttak királyuk Hajnautól kezdve, nem engedték ugye őket első ízben ugye harcolni, már akkor is voltak pogromok, zsidó ellenes törvények, és nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogyha már Magyarországon élünk, ide születtünk, egyrészt ismerjük meg a múltunkat, és másrészt pedig nekem az az egyik misszióm, mondjuk így, hogy ez a ti és a mi köztünk lévő szakadék minél jobban megpróbáljon eltűnni, és a kultúra az az egyik legfontosabb híd, ami össze kell, hogy kössön minket. És például ez a csillag, ebből majd szeretnék adni egy,
egy tisztelt példányt nektek. Úgyhogy fogad szeretettel. Köszönöm szépen. Ez ugye szintén mondhatjuk, idézőjebben lehet megbotránkoztató, de lehet természetesen nem pejoratív értelemben, hanem pozitívban. Ugyanis a csillag nyilvánvalóan jelképezi a zsidóságot, és ugye a nemzeti színek a magyarságot. És ezt a kettőt próbáltuk így ötvözni. Jelent meg egyébként ilyen jellegű nemzeti színű Dávid csillaggal már 90-es években egy könyv, Zsidó vagyok Magyarország címmel. És ezt egyébként édesanyám csinálja saját kezűleg. Illetve hát ugye a kip, ami rajtam látható, az is ugye az Egyesületnek a logója, és ez a kip, ami szintén egy egyedi, azt mondom, hogy világkülönlegesség, mert ugye ez is szimbolizálja ugye mind a kettő nemzetet. Tehát akkor lényegében a munkásságodat erre tetted fel, hát 13 éve a Mazsiszem létezik, él, munkálkodik, rendezvényeket szervez. Annak idején, mikor elindítottad, akkor vártad, hogy 13 év az már egy kamaszkorba lépés, és te is ennek a fejlődését végigköveted, és igen, mennyi mindent tettetek le, vagy tettél le az asztalra? Igen, nagyon büszke vagyok arra, hogy amikor még elindultunk, akkor még csak tucatnyian voltak szimpatizánsok, már több százan, több ezren kísérik figyelemmel a mi munkásságunkat. És nagyon érdekes egyébként maga a megemlékezés, mert olyan aspektusai vannak, ami azonban máshol nem is nagyon lehet látni ilyen központi megemlékezéseken. Nem csak arról van szó, hogy a gettó kellős közepén ágyúval fogunk lőni, vagy díszsortűz lesz, hanem ami ennél is érdekesebb és meghatóbb és egyedi, hogy a 48-as zsidó hősök leszármazottait sikerült felkutatni, és ők saját maguk fognak felolvasni a több mint 10-20 ezer felmenőből néhányat. Gondolom a családi legendáriumból is hoznak példákat, ezeket egyeztettétek biztos előre, és akkor térjünk rá a konkrét programra, akik március 14-én a Dohány utcai zsinagógához látogatnak, akkor milyen programokon is vehetnek részt? Először is engedd meg, hogy elmondjam, hogy az idei évnek a két fővédnöke Tarlós István főpolgármester úr, illetve professzor dr. Herman Róbert, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak a parancsnok helyettes munkatársa, tudományos helyettes munkatárs. A program úgy fog kinézni, hogy természetesen a magyar hagyományokat követve himnusszal kezdünk, illetve szózattal zárunk. Lesznek szavalatok, beszédek, többek között a főpolgármester helyettes asszony is fog beszédet mondani, a Honvédelmi Minisztérium részéről Ravasz István ezredes úr, dr. Robert Péter történész is fog beszédet mondani, lesz névsorolvasás a hősökre, ahogy említettem, 48 darab garamnak a felröttetése, amit szintén érdemesnek találok elmondani, egy nagyon különleges és nagyon szép, megható dolog, hogy harmadik ízben adjuk át, amit 3 évvel ezelőtt megteremtettünk, vagy létrehoztunk, egy magyar zsidó emlékezett díjat. És ezt olyan személyeknek adjuk át évről évre, nemtől, kortól, felekezettől függetlenül, akik nagyon sokat tettek mind a magyarság és mind a zsidóság kultúrájának tovább örökítése érdekében. És az idei kitüntetett pedig professzor dr. Szarka Lajos, tanár úr, történész, Hévízi Múzeum igazgató, kedves barátom, és ő fogja az idei évben megkapni ezt a díjat, és dr. Robert Péter, szintén történész, kedves munkatársa fogja laudálni. Ezúton is gratulálunk a díjazottnak. Lehet tudni, hogy miért neki ítélték oda? Tehát konkrétan mik azok az elemek? Arra nem lenne elég a műsoridő, de rengeteg dolgot, tehát nem csak éveken, hanem évtizedeken keresztül nagyon sok dolgot tett. Tehát rengeteg könyvet publikált, és rengeteg olyan tettei vannak, amik erre a díjra feljogosítják. Tehát nem csak a magyarság, nem csak a zsidóság, hanem Izrael államáért való szeretet, illetve annak fejében tett cselekedeteiért jutalmazzuk meg. Elnézve a programpontokat, még van egy, ami nagyon megakadt a szemem. Jeltánc az anyák és az áldozatkész asszonyok emlékére. Miért gondoltátok, hogy végre a nőkről is megemlékeztek, nem csak azok, akik a fronton harcoltak, hanem akik a hátteret adták ehhez? Nem csak azért, ez egy véletlen, hogy a nők napja nem olyan rég múlt el, hanem mi már évek óta dolgozunk együtt a Napsugár Anna kedves jeltáncművész hölgyel és csapatával.
És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, nagyon fontosan tartjuk azt, hogy bármilyen megemlékezés van, hangsúlyt fektetünk a bármilyen fogyatékkal élő emberek számára. Jó magam is látássérült vagyok, és ha már jeltáncnál tartunk, lesz például a Guessum Krisztina, aki egy jelnyelvi tolmács, és tehát siketek részére is biztosítjuk a lehetőséget, hogy még méltóbban tudjanak ők is emlékezni. És a kedves Anna most felajánlotta magától, ő keresett meg minket, hogy szívesen énekelne, ami nagyon érdekes ő maga, mert hogy hallani nem hall, de mégis egy olyan csodával határos dolog történt vele, hogy megtanult ennek ellenére énekelni, és nagyon szépen, és mondta, hogy szeretné az Édesanyánk című dalt elénekelni, és ebből jött az ötlet, hogy akkor emlékezzünk meg a szintén általában nem nagyon szokványos olyan aspektus, hogy megemlékezünk az anyákról. Egyébként Cohen Amália, most nem tudom pontosan nevét idézni, szintén, tehát volt nagyon sok olyan zsidó hős asszony, aki szintén nagyon sokat tett. Ha éppen ruházatról volt szó, vagy bármilyen más tevékenység, nyilván nem kell mondanom neked, mint hölgy, nő, hogy nyilván az anyák, a nők szerepe mindenhol nagyon fontos. A zsidóságon belül és túl nyilván itt a harcokban is nagyon sokat segítettek. Vagy éppen is tápolták a fiúkat, hogy menjenek. Úgyhogy ezzel szeretnénk így különlegesen a 170 éves évforduló alkalmában megemlékezni. Tehát akkor csütörtökön 15 óra 30-kor, akik nézték a beszélgetést, akkor őket is invitáljuk meg a Dohány utcai zsinagóga előtti térre, és vegyenek ők is részt az 1848-49-es szabadságharc zsidó hőseire. És természetesen van lehetőség koszorúzásra is, tehát bármilyen civil szervezet, vagy bárki szívesen látunk, hogyha egy koszorút elhelyez, illetve a zsidó hagyományoknak megfelelően van lehetőség emlékkövek lerakására is. Köszönjük szépen, Dániel, hogy itt voltál, és meginvitáltál minket erre a programra. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és várlak titeket szeretettel.